Méri szerint mérhetetlen boldogságot, hát, de hát ez evidens, mert hát mindegyiknél azt érzi az ember. Hát, csak nem egy gyroszra vágytál, nem tudom. Miki szerint arra vágyott. Tényleg? Férfi ember, hogyha ilyes, akkor nagyon dacos tud lenni. Nagyon de... rossz neki, akkor nagyon mérges is egyben, és gondolom, hogy egy vajúdás az igazán hosszú időintervallumot ölel fel. Igen. Így hát könnyen lehet, hogy nem tudod, nem mert elmenni Gergő a szülőszoba mellől, vagy a szülő felesége mellől, és nem mert bekapni egy falatot, mert félt, hogy akkor fog megszületni a gyermeke, és mérhetetlenül éhes fel. Akár, ez is lehet. De nem, ez a válasz. Úgyhogy nem jó válaszoltatok. A célja helyes, halálfélelmet éreztem. Miért? Jó, hát az volt igazából, hogy apás szülés volt, ez Nolannél volt a harmadik gyermekünknél, a kisfiamnál, ha jól emlékszem. És benn volt, hogy konkrétan Niki a karjaimban volt, így. És hát ugye történtek ott a dolgok, és rajta volt erősen, hogy világra hozza babát. És így átkarolta nagyon a nyakamat. Tehát ő akkor itt, tehát a nő akkor igazából vannak olyan pillanatok, hogy nem tud kontrollálni magát, és úgy átkarolta a torkomat, és ahogy ő nyomta kifelé a pici babát, ő engem szorított, és konkrétan lepergett az egész életem előttem, mert azt hittem, hogy én meg fogok ott halni. De lefogod a portodat. Tehát igen, tehát így átfogta a torkomat, még egyszer elmondom, átfogta a torkomat, és azzal az erővel, ami ott szerintem az egész erejét ott kiadta a torkomra, és ott én azt hittem, hogy pár másodpercen belül vége az életem. Légy erős, Gergi, artériát szorított el, és azt érezted, hogy mindjárt elájulsz. De remélem, hogy az lett volna. Szóval én ott nagyon, tehát tényleg ilyen félelem volt bennem, de aztán pont időben engedte el a torkomat. Sose lehet azt tudni. Jó, azt, ha tudod, hogy milyen erő van a feleségedben. Nagyon brutális. Tehát azt hagyj jegyezzem meg, hogy minden tiszteletem a nőké. Tehát amit a nők a szülés során kibírnak, én tuti, hogy abba belehalnék. Az biztos. Bocsánat, nem csak te, minden férfi. Meg nem tudják. Rúgni. Az is nagyon fáj, azért ezt szögezzük le. Igen. Nagyon. Na, azért tudnék még részleteket.